Néprajzi gyűjtéssel bővítik a Német Nemzetiségi Múzeum adattárát. A gyűjtést a Református Gimnázium két tanulója végzi Vértestolnán, ahonnan kevés adat áll a múzeum rendelkezésére. Az idén nyáron arra gondoltunk, hogy ugye van a diákoknak ez az 50 óra közösségi szolgálat, amit el kell végezniük az érettségi teljesítéséhez, és már többen érdeklődtek így a múzeumban, hogy lenne valami feladat, amit tudnánk adni, és arra gondoltunk, hogy miért ne próbálhatnák ki ők is a néprajzi gyűjtést, amivel a mi adattárunkat is ugye gyarapítják, és hát egy olyan kultúrát, egy olyan hagyományi együttest tudnak még felgyűjteni az idősektől, ami hát gyakorlatilag éveken belül el fog veszni, az utolsó pillanatban vagyunk, amikor ezek még nyomon követhetők, elérhetők maradnak. Arra gondoltunk, hogy egy másik német nemzetiségi települést, egy német többségű települést választunk ki, és így esett a választás Vértestolnára, amiről egyébként a múzeum adattárában rettentően kevés adatunk van, tehát egyetlen egy gyűjtésünk van eddig, amit egy vértestolnai plébános a 30-as években gyűjtött össze. Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy a lányok most milyen tapasztalatokkal jönnek vissza ezekről a gyűjtésekről, és tényleg olyan idős embereknél vannak, akik átéltek még olyan intézményeket, mint például a szolgálóságnak, a leventességnek az intézménye, és erről a korról, az ő 16 éves korukról mesélnek a lányoknak. Még csak két helyen voltam. Az első helyen még a Petrával voltunk együtt, egy idős házas párnál. A másik helyen már egyedül voltam. És hát igazából a második talán érdekesebb volt, azért is, mert ugye egyedül csináltam, és talán több érdekességet mondott, például ilyen régi imádságokat. Egy nagyon nagy lehetőségnek élem ezt meg, mert jó embereket megismerni, és a régi korról érdeklődni tőlük. Mónika által felkeressük az idős embereket, és ott elmondjuk neki, hogy mi áradban vagyunk, hogy mihez kell nekünk ez az interjú, és hogy a múzeum részére gyűjtünk a régi korokból. És hát elkezdünk beszélgetni, elmondjuk, hogy miről szeretnénk kérdezni, és amelyik szimpatikus neki, azzal elkezdi, és tulajdonképpen egy jó beszélgetés, egy jó hangulatú beszélgetés.